another visitor. Stay a while. Stay forever. Jó hírei vannak, koszos lelkűek. Képzeljétek, van frame rate-em, kicsit belözöm az egeret. Leszelem a zsinót a billentyűzetről, és nézzétek. 20-nál is több. Időnként felmegy 50-re, hogyha megállok. Igaz, hogy most este van, és nem sok minden látszik. Volt egy pár dolog. És ugye ami itt pörög, ez az egyetlen ilyen Chuck Loader téma, amit engedélyeztem, minden más le van tiltva. Ennek ugye van egy ilyen recie. Már ha megmutatnád, nézzük közelebbről, hogy recept, please. Tehát aranytömbök, aranyborítással lett titokban egy fém, mert a talpát nem látja senki, és egy ájos ender. Loprikelsz rá, megindul, és akkor haza tudod küldeni a cumókat, azt hiszem egy csákot tölt be, de hogy megvalljam az igazat, nem tudom, talán kéne csinálni valami kísérletet hozzá. Egyébként, ide büszkélkedem, tehát a 100 000-es tételekért már csak ilyen aprók voltak, és be is állítottam azt, hogy tényleg csak az legyen piros, például én, ami azért sokkal több tiket eszik. Ezt majd még finom szabályozom, mert szerencsére lehet innen csinálni. Tehát mondjuk egy kicsit pirosba boríthatom a dolgot, hogyha azt hiszem lag googles. És itt van ez a néhány cucc. Legyen mondjuk 700. Ugyanis fogalmam sincs, hogy milyen mértékegységekhez viszonyítsa. Mondjuk az 1000 az jó volt, mert legyen olyan 8, mondom 800 és beírok 7-et. Nem majd figyeljetek, egy idő múlva eltalálom. Semmi gond nincs itt. Ja, és valószínűleg egy ideig nem fogsz tálalizozni, mert ugyanazért te, mint a Ringworld-ben, meg a... Hát mindegy, biztos van még ilyen játék, amikor egy update megöli a modokat, és én már nagyon sokat játszottam a Stellaris-szal hétvégén így egész napot majdnem. Azért csináltam, tehát mosogattam, főztem, stb. Csak úgy gyakran jött ide a Stellaris-szal. Ez meg ugye az a cucc, ami a rain effektet veszi, az módban nem mutattam meg. Upgrade-elődött a szörnyírtó, ott van egy fan, mutatom a reciét, random, nem, Dungeon Tactics, tulajdán van egy kapcsoló, amit meghúztam, elfúj őket, beleesnek a vicsóterbe, megszorkodja a fejüket, az a cucc, Sound Muffler Block installál, vagy ne kattogjanak a figyelembe, egy Google és egy Node Block, nem egy nagy borzasztóság, és hát itt szépen lassan gyűlik a gonoszi cseppekben, amiből többek közt, ahogy láttam. Meg lehet csinálni az átkozott lasszót, ami fontos alkotó eleme. Micsoda? Jet Propulsion, hoppá. Szóval ebből lesz az Angel Ring, és más igaz, hogy nem, de azért átkozott lasszó. Biztos lehet azzal is fantáziálni valamit. Szóval ilyen félautomata, hogy amikor itt van vagyok. Ó, hát le kell valahogy tesztelni a csánklódalást, milyen okos vagyok, így, és mondjuk Ume-e, most egy ideig nomádkodjunk. Nagyon jó, hogy vannak nálam ilyenek, ja, és ők pedig, hát szóval belefogtam a RF, vagy bocsánat, Refine Storage-be, és hát így néztem, hogy van egy ilyen receptje neki, nem lehet azt mondani, hogy borzasztóan nehéz. Van ez a binding, hát talán a slime miatt, de nem tudom, hogy ez így. Tehát két zsinór összeragasztva egy rágógumival, és abból lesz a processzor binding, mert az biztos nem gyullad ki, nem füstöl el, és a machine casing, hát ez
8 darab ilyen, és egy stone. Szóval minimum a machine casinget át fogom receptbe írni, azért figyelnek ezek a tárgyak, itt csak azt mondjuk csinálja mindig szemetek előtt, mert unalmas. Most mindent szabad kivéve hazamenni, úgy jaj, de jó, hogy itt van ez az Iron Lord Beast, hogy rohadjon meg, mindegy, itt van neki helye. Köszönöm szépen Emeralddal honorálták fáradozásomat. Na, ki mondjuk itt nem lesztek útban. Én hajlok arra, hogy a fémnek a receptjét megváltoztattam, rengeteg fajta ingotunk van. A machine casingnek meg valószínűleg a fű helyett azért berakok valami machine frame-et a közepébe, ez pedig kiderül, hát hogy a szilikon lesz. No, előzetesen ennyit, aztán majd jövök, hogyha van valami változás. Na, hello, hello, itt normál 69. Aranymaszkos, lánc, harisnyás, gyanús kinézetű ürge. Őt próbálom most már kevésbé használni, itt pedig ugye az gyűlt meg, amit nem szoktam kiégetni. Ide meg megcsináltam szépen az új magasságokat, ez a Stirling generátor, ez végre csak akkor éget, amikor szükség van rá. Hát ugye szükség volt hozzá Darksteel-re, a Darksteel az ugye szokásosan Alloys Powder, Pole Powder. Egyébként Pole Powder és Lapis Powderből elég sokra van szükség, úgy láttam. Ugye fölnéz, hogy a egyáltalán bénább cuccén ezt csináltam, és kellett ilyen Industrial Machine Chassis, amihez kell Simple Machine Chassis, ugye partigattam ezt a vackort, Steel-en van, Iron Barrel van, ez jó. Ez a CUO, ez pedig hát van ez az organikus fekete dáj, ahol tojást vagy slime-ból kell színporral összedolgozni, de adtam neki MC-t, hogy neki el mindig csinálni. Az organic green dye, ez elég egyszerű, be kell rakni a zúzóba dolgokat, és akkor jön ez a clipping. Illetve, mint hogy lett volna valami crafting-olós verziója is, de mindegy. Ennek is adtam MC-t, hogy ki lehessen vágni a fenébe. És akkor a quartz powder, a lapis powder kell még neki, abból ugye megvan ez a dye blend, összesítjük és kész van. És hát úgy körülbelül ennyi. Itt volt egy kis nyűnyögésem, ugye teszem a dugoda. Ezt itt nagyon szépen összekötöttem, azokon a föntről húzzák be fűtőanyag, alapanyag, alapanyag, ha akarom. Itt meg ugye belőttem azt, hogy húzd ki a barnán, itt azt, hogy tedd be a barnán, húzd ki a zöldön, ő nem húz ki semmit, mert csak energiavezeték van, és itt pedig ott vagy tedd be a zöldet, tehát így úgy, úgy. Sem működött, és nem értettem, hogy miért. És beszóltak, hogy esetleg a Redstone módot állítsam Always Active-ra, mert Never Active-on van alapba, ami ugye tulajdonképpen jó. Úgyhogy itt ennyi volt, most pedig éppen nyűnyögök, hogy csináljak egy Refined Storage-et, és abban az autocraftolást, ugyanis nagyon-nagyon borzasztóan unalmas ezeket így kézzel összetenni. Ehhez viszont ugye szükségem volna valamiféle energiára, és napcellákban gondolkodom, hogy organikusan hajtsuk végre a dolgokat, nem tudom, hogy lesz-e környezetszennyezés attól, de itt már van, szóval lassan menni kell. Manuálisan visszarakosgattam a falombokat, szerencsére elhitte, eltűrte, ja. Úgy. Itt nem is. Gyere inkább ide hozzám, és látok üres részeket, ő is bevetné, de szeretem ezeket a mágikus növényeket beültetni gyorsan. Jó, és hát még egy kis vágyultat, szerintem most elkezdett így játszódni.